A Nemzeti Választási Iroda adatait foglaltuk össze ebben a táblázatban. Császlón lemondás miatt kellett időközi választást tartani. Egyedül Pásztor György független jelölt indult, így ő irányítja a jövőben a települést. Szamos újlakon szintén lemondott a korábbi vezető. A választáson egyedül a fidesz KDMP jelöltje, Bégány Robert indult és nyert. Pátrohán elhunyt a korábbi polgármester, utóda a függetlenként indult Tóth Sándor lett, aki a szavazatok 42,47%-át szerezte meg vasárnap. Szamos Tatár falván lemondás miatt kellett az urnákhoz járulni. A győzelmet Király Attila, a fidesz KDMP jelöltje szerezte meg a szavazatok 70,86%-ával.